üdvözlök mindenkit, hát akkor fejezzük be ezt a pályát, legalábbis én azt gondolom, hogy ez az utolsó rész, ugyanis a leírás alapján a pálya kb. 40-50 perc, és szerintem ennek már azért jó része megvan a korábbi részek alapján, de majd akkor ki fog ez derülni. Szóval ugye találtunk ugyebár egy arany páncélt a fejre, és ugye ez a bőr nélküli embernek kell. Szóval vissza kell menni, és akkor oda kell neki adni a fejpáncélt. Akkor indulunk is meg. Na nézzük, hogy mi lesz ennek a vége. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz benne, lesz velem egy csavar, vagy valamiféle komolyabb sztori a végére, hogy itt mi történt, meg ilyenek. Jó, menjünk akkor szépen erre. Jaj, de miért lagolok innél be? Ez annyira zavarom, hogy engem, hogy ezt csinálni a játék. Nem is értem miért egyébként, de jó. Na, hello úram! Itt kéne neked rakni? Mert csak legyen pakolom, mert tele vagyok mindenféle dologgal, ami lehet, hogy nem is kell nekem. Mindegy. Akkor tessék, itt van. Nem jó? Miért nem jó? Itt a fejedre adjam? Ah, jó. Ez az! Elhoztad nekem a páncélt. Most már biztonságban érzem magamat. Nos, itt van a jutalmad. Ezt a... dekoratív... azt hiszem a dekoratív szobába találtam, vagy... jó, hát a dekoratív szoba, oké. Szóval... Ez egy különleges... Nem, ez egy különleges dolog, amit ugye talált a csávó. És amikor fogtam... szóval amikor fogta ezt, akkor neki a... az agya neki azt mondta, a tudata, hogy menjen be abba a szobába. Mondom, erre a szobába gondolt, ahol most van a csontváz. Azt gondoltam, hogy nekem végem van. De talán nekem még van esélyem. És akkor én mondom, hogy mit kéne tennem? Nem tudom. Vannak itt szobák. Vagy van valahol egy kiárat. Tehát van valami tér, vagy valami lyuk. Valahova be kellene dobnom ezt a könyvet, és akkor ezt meg kell találnom azt a helyet, ahol ezt be kéne dobnom, vagy be kéne raknom ezt a dolgot. Ez ugyebár egy... hát egy ilyen sérült könyv igazából. És akkor be kéne dobni ezt valahova ezt a könyvet. Várjunk csak. Hát ugye a lyuk, hogy volt balra. Oda kéne a könyv, oda. Jó, csináljuk meg, tessék. Jaj! Szerintem a csontváz amúgy ez a bőr nélküli ember egy csapda volt szerintem. Tehát lehet, hogy minket átvert. És lehet, hogy igazából az egy halott volt, aki benne volt ez a gonosz lélek, vagy nem tudom, de... Oké. Akkor menjünk. Menjünk. Bazd meg! Ja. Nem ár. Hello? Van itt? Hé! Hey. Te vagy Shane? Igen. Ki vagy te és... Hogy kéne innen kimennem? Akkor mi jönünk Shane-nek? Mi jönünk a Shane? Akkor én vagyok Shane, jó, mindegy. Ez most nem fontos most. De ahhoz, hogy kiussál innen... ahhoz meg kell oldani... három furcsa puzzle-t, tehát rejtélyt. Rejtvény feladványt. Nem volt nekem még elő szerencsém. Te meg tudod ezt csinálni? Megpróbálom. És a vért kövessem? Vagy most... De már... De most miért van sötét? Ó! Ó, bassz meg, ne esél be bele! Szóval itt most van valami rejtvény? Itt semmi fény. Na, mi van ráírva arra a táblára? Várjál már. Azt mondja, hogy... Two of the black or on the edge and one of the red in the center. Ó, hát ezt nem hiszem el. Ez a tipikus, amikor van egy ilyen szöveg, amiben benne van burkoltan a megoldás, akkor találd ki. Left is ahead, middle in one,
rendeld. De mondjuk lehetető fényben is semmit nem lehet látni. Kell akkor... Várjál csak, de itt nincsenek... Jó. Akkor ugye ez sima blokk. De ne... Mi van itt ezért? Ez sima blokk. De akkor az kell, hogy... Középre kell... Egy restón. Wow. Felveszi, nem már. És kell nekem... Ide kell középre. Ide? De ne dob... Na, Isten, ember! Még egyszer kérem ezt. Nem jó! De jó, akkor jó volt. Igen. Ide kell szén. Meg ide is kell szén. De... Oké, ez elfogadta. Van fény. Ide tényleg kell fákat, de hogy be kell dobálni ide igazából, nem például őket rakni. Ez megvan, van itt akkor egyből fény. És akkor ide pedig kell középre egy rohadt hús, ami nincsen nálam. Na ez a gond ezzel a pályával, hogy sajnos kissé nincsen elgondolva, mert hogy most ilyenkor az, mit csinál az ember? Na már most nem tudok visszamenni, ugye? Nem lehet visszamenni, igaz? Na mit, nem fog hátra menni, hülyeszek. Szóval akkor most tudunk, csalunk kell, bocs is rácok, de nem lehet megcsinálni ez zombi hús nélkül. Szóval kell nekünk egy zombi hús. Most meg kell egy gravel is. Gravel. Mi ez? Lol. Most jónak kell lennie. Ez melyik mód? Na. Kész, elfogadta. Jó. Igen, szabad vagyok. Most már... biztos vagy benne, hogy valami ki fog nyílni hamarosan. Pár percen belül. Nem vagy szabad. De én az vagyok. Aha. Micsoda? Ez a hang, bazd meg, ez annyira creepy. Akkor csak mennek gondolom erre, nem? Hú, bazd meg! Anyád! Nem hiszem el, hogy beleeste a csapdámba, Sámson. Látod, Sámson? Miután próbáltad megölni minden munkásomat, vagy szolgámat, ebben a bányában... mi van? Évek ezelőtt, hoppá. Vége. De várj, hogy olvastam a szöveget, várjál, mert játék. Ha megvárom, hogy gyorsan meg ezt letarálja, aztán elolvasom. Oké. Okay. Szóval elolvasom, köszönöm. Tehát, miután próbáltad megölni a munkásaimat... de mi az a dekél? Azt mondom, hát ilyen... Tehát régebben, na. Nem, hülye, rosszul mondtam. Újrakezdem. Tehát... Látos Sámson. Miután én megpróbáltam megölni minden munkást ebben a bányában, évekkel ezelőtt, vagy egy jóval, egy régebben, akkor... akkor engem egy ilyen máikus, tehát ilyen varázsszobába zártak engem. És nem tudtam a földnek a maradék részét ugyebár bántani. És rájöttem arra, hogy a puzzle-ök és a switching place. Hát váltakozó helyek egy ártatlan játékossal tudom megoldani azt, hogy el tudjak menekülni. És tudjam a földet terrorizálni. Te Sámson. Te volt az egyetlen ember, aki a puzzle-öket kitalálta, és most pedig meg fog halni. Szóval lényegében az a lényeg, vagy te meg fogsz halni Sámson. Szóval lényeg az a lényeg az egészben, hogy ugyebár be volt zárva ebbe a májikus szobába, ebbe a májikus térbe, ami ugye ez a bánya volt lényegében, és ugyebár ahhoz, hogy ő kiszabaduljon, kellett valaki, aki minden puzzle-t megold, és akkor ugyebár kinyisse neki a kiáltat, ahhoz, hogy kimehessen a bányából. És azzal, hogy mi most ezt megcsináltuk, ezt a dolgot, hogy azzal, hogy mi
mi minden ilyen puzzle-t megcsináltunk, őt kiengedtük a bányából, és így a földet megszállta most, és akkor most ugyebár az embereket fogja bántani, és minket pedig megölt. Herobrine, vagy legalábbis hát Herobrine-szerű valaki, mert és Herobrine volt szerintem. Hát, hogy, mert hogy a skinje az volt, csak hogy lehet, hogy nem, mégse ő volt, csak hogy úgy nézett ki, mert hogy nem volt ő megnevezve. És akkor ugye erre mondom azt, hogy ne, kérlek, vár, és akkor meghaltam. No, és akkor ne, és akkor meghaltam. Tehát lényegében meghaltunk, és akkor ez a gonosz lélek, ez pedig nyert, és most hát igazából az embereket fogja most bántani. Nézzük, van itt 3 történetkönyv. Ah, de hosszú vagy, és üti. Köszönöm a sakot, köszi neked is szívesen. Na, akkor elolvasom. De ez miért? Ugyanaz, jó. Oké. Történet. Régebben. A Herobrine akkor itt van tényleg. Amikor a bánya aktív volt, Herobrine egy dolgozó lett itt, a bányában. Megpróbált mindenkit megölni, de elbukott. És miután Douglas megtalálták, meggyilkoltan. Miután a brutális harc, egy brutális harc következtében Herobrine-t ugye egy májikus, egy ilyen varázs puzzle szobába zárták be örökre. Tehát miután ő be lett zárva, akkor ugye bár mindenki a bányából elmenekült. Igen. Második. Az egyetlen mód, hogy Herobrine szabadon lehessen engedni, az ugye bár az a... Nem, mi az a sacred? Sacred, ez mi ez? Bocsánat, tehát a szentelt könyv a módja annak, hogy a szobát ki lehessen nyitni és megoldani a puzzle-t. Herobrine elárkozta a bányát, és bárki, aki bement a bányába, az nem tudott elmenekülni. Pontosan azért, mert ő reménykedett abban, hogy bár aki bemegy a bányába, az kibírja őt menekíteni innen, és szabad lesz. Sok ember, aki megtalálta a puzzle-öket, nem tudta kitalálni a puzzle-öket, és mindegyen megőrültek Herobrine miatt, és nem volt nekik hasznuk. Amikor találkoztuk a Skeletonnal, és a halott emberekkel, akik ugyebár túlélték ezt, ők nem lettek őrültek, úgy nem tudták, hogy a szoba az valós, vagy hogy van-e ilyen szoba. A Skeleton srác adott neked egy könyvet, mert ő nem tudta, hogy a könyvnek mi a célja. De gondolt arról, hogy tám van egy kiút innen a könyv által. Nem nagyon tudott mozogni. Szóval odaadta nekünk, ugyebár reménykedve arra, hogy nekünk lesz reményünk. A szobában Herobrine minket ugyebár átvert, azzal, hogy a puzzle-öket megoldottuk, és ezzel őt szabaddá engedtük, akaratunk ellenére. A puzzle soha nem azért lett kitalálva, hogy üresen maradjon. Szóval most a puzzle még egy Herobrine helyére jutott, és most már a Minecraft el van átkozva, kösz. A többi. Jó. A pálya jó volt, nem volt minden szempontból jól átgondolva, de egyébként egy teljesen jó és korrekt pálya volt. A sztori is egész jó volt, bár nem kaptunk mindenre választ, de jó volt a pálya, bár gondolom akkor a következő részben lesz több mindenre válasz. Ki fog majd azt is valamikor vinni. Köszönöm szépen a figyelmet. Nekem a pályán amúgy tetszett, jó volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!